Gergely volt az első, parancsolj. Köszönöm a válaszokat is. Valóban így van itt a 5/1/E-ben, ugye az szerepel, hogy ugye közérdekű tevékenység folytatása céljából kellett volna létrehozni a KFT-t, hogy kötelező legyen közbeszerzést kiírni, ezt gondolom egyetértünk. De picit megnézzük a 3-as pontot, az azt szerepel, hogy ugyanígy köteles közbeszerzést kiírni, aki ezt önként vagy szerződésben vállalja. Úgy gondolom, hogy az önkormányzat van olyan helyzetben, mivel az önkormányzat adja a teljes pénzt, hogy létrejöhessen egy ilyen szerződés, és hogy az gondolom egyetértünk abban is, hogy fura, hogy egy 10 milliárdos tételt az önkormányzat odaad egy 100%-os önkormányzati cégnek itt erre a beruházásra, és akkor itt nem várja el, hogy ugyanúgy működjön, mint ahogy az önkormányzat, hogy közbeszerzéseken legyenek ezek a pénzek elköltve, és ez nem a jövő, ez már elkezdődött. Tehát az önkormányzat álláspontját szeretném kérdezni, hogy a polgármester úrét, hogy akkor itt tesz-e lépéseket az önkormányzat, rákényszeríthetné-e, hogy normális közbeszerzéseket írjon ki a BBS Kft., vagy azt mondja, hogy ez így megfelel a hatályos jogszabályoknak, és akkor ez nyugodt, hogy megfelelő lesz elkötve a pénzt. Köszönöm. A közbeszerzést illetően én kollégáimtól úgy látom, hogy ez megfelel a jogszabályoknak, de egyetértek veled abban, hogy az jó, hogyha belép a központosított közbeszerzésbe ez az önkormányzati cég is. Tegye azt. Én ezt szorgalmazni fogom, hogy ez történjen meg.